Az előzetes várakozásokat is meghaladó módon 100 bázisponttal emelte az alapkamatot a jegybank. Közben az MNB a friss inflációs jelentésében már 10% körüli pénzromlást sem tart elképzelhetetlennek, a gazdasági növekedést pedig 2,5 és 4,5% közé teszi. Bodnár Zoltánt kérdezzük. A jegybank volt alelnökét, erről is kérdezem mindjárt, jó estét kívánok, de hát kezdjük azzal, hogy tegnap derült ki, hogy Orbán Viktor írt egy levelet az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek. Mégis szeretné Magyarország lehívni azt a hitelt, amit eddig nem akart. Mit szól ehhez a döntéshez? Ó, a levél nem erről szól. A levél ennél sokkal többről van szó, itt van a kezemben. Az első híradásból arra következtettem, hogy Orbán Viktor kapitulált, letette a fegyvert, meghunyászkodik és kuncsorog Brüsszelben uniós forrásokért, belátva azt, hogy a magyar gazdaság a háború árnyékában aztán kiváltképpen lényegében fenntartatatlan pályára kerül. Nem erről van szó. A levél nem erről szól. Orbán nem letette a fegyvert és nem kuncsorog, hanem toporzékol Brüsszelben az Európai Bizottságnál, és egy egészen arrogáns, követelőző hangú levelet írt a bizottság elnökének, amiben nem azt mondja, hogy ő mégis kéri ezt a hitelt, hanem azt mondja, hogy kéri a hitelt, kéri a helyreállítási alappénzét, kéri a költségvetést, méghozzá azonnal kéri, és minden feltétel nélküli szabad felhasználás céljából. Hivatkozva a háborúra, mindenek alapjaként a háborúra történő hivatkozás van, ami egy orbitális hazugság abból a szempontból, hogy a magyar költségvetést eddig a menekültellátásnak meglehetősen szerény költségei terhelték. Másrészt nevetséges is önmagában a felvetés. Tessék emlékezni arra, hogy az elmúlt hetekben, de akár csak az orosz agresszió első napját követő időszakban a kormány, a kormányzati tartalék terhére 100 milliárd forintokat szórt szét a legkülönbözőbb esztelen célokra. Ha van 13 milliárd forint a magyar költségvetésben a Matthias Corvinus Fideszes alapítvány pénzzel való kitömésére, akkor kell, hogy legyen a menekült ellátásra is, amit 3 hétig nem a magyar kormány és nem a nemzeti költségvetés fedezett, hanem a civilek és fedeztek. És a határvédelemre, mert hogy arra is hivatkozik, hogy az Európai Unió békét és biztonságát védi Magyarország azzal, hogy megerősítették a határt. Egy fenét védi, nem védi, semmit nem véd, Magyarország a NATO tagjaként képes csak bármit megtenni. Ugye ebben a levélben is úgy fogalmaz, hogy katonai védekezésre, határellenőrzésre és bizonyos humanitárius feladatokra kéri, de tartsuk még egyszer észben, nem azt mondja, hogy ő ezekre kér uniós támogatást, hanem azt mondja, hogy erre hivatkozással a teljes körülbelül 16 ezer milliárd forintnyi uniós pénz azonnali felszabadítását kéri mindenféle lehetséges megkötés nélkül. Na, mit gondol, adja ezt a, nézzük először a hitelt, a bizottság a hitelnek is voltak feltételi egyébként. Mindennek ugyanaz a feltétele, mint ami eredetileg is volt. Ezt az Európai Bíróság, ezt a feltételrendszert jóvá hagyta. A háború önmagában, az orosz agresszió Ukrajna ellen, az nem írja felül ezeket a követelményeket. Ebben egészen biztos, és hogy Bloomberg írt arról, hogy lehet, hogy felülírja, aztán azóta nem hallunk erről. Nem, szerintem nem írja felül, éppen ellenkezőleg. Orbán azzal a két kulacsos politikával, amit az orosz agresszió kitörése pillanatától kezdve követ, azzal a gyakorlattal, hogy minden létező uniós szankciót addig akadályozott, ameddig csak tudott, és addig késleltetett, ameddig csak tudott, miközben egészen képmutató módon ebben a levélben arról értekezik, hogy most különösen fontos az európai egységnek a védelme, tekintve, hogy ő volt az, aki nem csak az elmúlt években, de az elmúlt hetekben is éppen ez ellen, az egység ellen dolgozott. Ez mélyen fölháborítja az Európai Uniós tagországok vezetőit, még az olyan elkötelezett szövetségeseket is, mint Lengyelország, akik éppenséggel ebben a kontextusban már kifejezetten árulónak tartják Orbánt és a kormányát.
semmi jóra nem számít. Tehát ön azt mondja, hogy nem fogja megkapni ezt a Én egészen biztos vagyok benne, hogyha egy kicsi józanság és felelősségtudat van az Európai Unió vezetőiben, akkor ennek a követelésnek egyáltalán nem tesznek eleget, ami nem okoz semmilyen nehézséget éppenséggel az agresszió következményeinek a kezelésében. Az Európai Uniónak vannak külön pénzügyi alapjai, amelyeket lehet használni a menekült válság kezeléséhez. Külön pénzügyi alapot hozott létre az Európai Unió az Európai Uniós államok agrár cégeinek támogatására, megint csak a háborús helyzet, illetve az energiaárak emelkedésének a kiegyenlítésére vagy kompenzálására. Vannak tehát olyan uniós források, amelyekből lehet pénzhez jutni dedikáltan ezekre a célokra. De ez nem jelenti azt, hogy a teljes helyreállítási alap támogatási összegét és a hitelt csak úgy odaadják, hogy tessék, Magyar, lehet költeni. Magyar Nemzeti Bankra térjünk át gyorsan. A monetáris tanács ugye 100 bázisponttal 4,4%-ra emelte a jegybanki alapkamatot tegnap. A kamatemelések eddig nem állították meg az inflációt. Meddig kellene emelni, és mit tudna még tenni a jegybank? A jegybank önmagában nem tudja megállítani az inflációs folyamatot, ezt, ami nálunk van, kiváltképpen nem. Ez ugyanis nem csak keresleti, hanem kínálati infláció is. Vannak bizonyos nemzetközi hatások benne, de egy olyan fiskális politika mellett, amit megint csak Orbánék folytattak 2021 végén kiváltképpen és 22 elején, tehát emellett a fiskális dominancia mellett a jegybank rendelkezésére álló monetáris politikai eszközök kevesek. Meddig emelhet? Addig kell majd emelnie, ameddig meg nem fordul a dolog, és én azt gondolom, hogy ennek a kamatemelésnek még messze nincs vége. Önmagában most ez a 100 bázispontos emelés, ennek semmilyen effektív hatása nincs, ez egy jelzés, nem az alapkamat az irányadó, hanem az 5,85%-os egyhetes betéti kamat, amit valószínűleg most megint egy kicsit emelni fognak, de hát az inflációs spirál az már beindult. Február elején arról beszéltem, hogy az a 7,9%-os infláció, amit januárban mértek, az messze nem a vége. Lesz ebből még kétszámjegyű infláció is, hiszen az az 1400 milliárd forint, amit ebben a választási osztogatásban kiszórtak, ESZIA visszatérítés és fegyverpénz és mindenféle egyéb címen, ezeknek a hatása még egyáltalán nem jelenik meg, még a februári inflációs számban, a 8,3%-ban sem. A háborúról végképp nem is beszélve, mert akkor az még nem is volt. A maga a jegybank is, legalábbis a virág prezentációjából úgy tűnt, hogy májust követően 11%-os inflációs szintet is év per év alapon prognosztizálnak, és az éves átlagos infláció közel lesz a 10%-hoz, vagy akár azt meg is haladhatja. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezt.